Azt csinálunk kell, amit akarnak. Hát én nem. Hogy Chilében vannak a világ legjobb írók. Ezt akartam, hogy szükség van a magyar. Kinek? Hát minek? Hát mi fizetünk 10 millió forintot egy évben a játékvezetőkre. Hát nem azért, hogy Chilébe hozzak ide bírókat. Felháborító, értékeltetlen. Én nem tudom, hogy az MLS vezetőség ezt hogy nézi, de hát a bíróknak jobban oda kellene figyelni. Egy Ferencváros Békés Csaba mérkőzés véleményem szerint megillette volna a legjobb magyar bírót, nem ezt a kihez. Persze eldöntetünk volna, tehát mi sok minden van, persze ilyenek az ember. Ha gondolja, hibát követtünk el, a jóva is hibázott, mikor kijött, lesreállítottunk, abba is hibáztunk, nem dugtuk meg a második gól, persze sok van. A másik az, hogy össze voltunk toldozva, fordozva, de attól függetlenül mindenkinek értékelni kell a teljesítményét. Én értékelem a játékosok teljesítményét, remélem lesz valaki az ő teljesítményét is értékeli, mert szerintem értékelt. A 50. percben miért cseréltél mindjárt? Mert már sajnos már 4 játékos akart lejönni, mert mindenkinek problémája volt. Abdis Elian már jelezte, hogy csinált. És mellette még a Jovanovics is, meg a Junior is tett. Tehát ez kórháza a szélén, hát persze, megsérült. Mi tudsz róla? Hát nem tudom, csak azt láttam, hogy csupa vér a lába, hogy mi történt, hogy történt, nem tudom. De hát körülbelül így csúszkáltak be, nem egyszer, körülbelül 30-szor. 30-szor nyújtott lábban. Azt tudod már, hogy messze komoly az új sérülés? Nem tudjuk meg egyelőre. Abdis Elian már jelezte, hogy sérült, és mellette még a Jovanovics is, meg a Junior is tett. Tehát ez kórháza a szélén, hát persze, megsérült. Mi tudsz róla? Hát nem tudom, csak azt láttam, hogy csupa vér. Kinek? Hát minek? Hát mi fizetünk 10 millió forintot egy évben a játékvezetőkre? Hát nem azért, hogy Chilébe hozzak ide bírókat. Felháborító, értékeltetlen. Én nem tudom, hogy az MLS vezetőség ezt hogy nézi, de hát a bíróknak jobban oda kellene figyelni. Egy Ferencváros Békés Csaba azt csinálunk kell, amit akarnak. Hát én nem. Hogy Chilében vannak a világ legjobb írók. Másik az, hogy össze voltunk toldozva, fordozva, de attól függetlenül mindenkinek értékelni kell a teljesítményét. Én értékelem a játékosok teljesítményét. Remélem lesz valaki az ő teljesítményét is értékeli, mert szerintem értékelt. A 50. percben miért cseréltél mindjárt? Mert már sajnos már 4 játékos akart lejönni, mert mindenkinek problémája volt. És véleményem szerint megillette volna a legjobb magyar bírót, nem ezt lassatom kihez. Persze eldöntetünk volna, tehát mi sok minden van, persze ilyenek az ember. Ha gondolja, hibát követtünk el, a jóval is hibázott, mikor kijött, lesreállítottunk, abba is hibáztunk, nem dugtuk meg a második gól, persze sok van.